Rég volt már, hogy az éjjel beszippantott egy rosszant bár, ma nem az én pályám haver. Csak a James Bond style, ahogy a Roger Moore tanított, a hangja fentről így szólt, hey, 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 hey. Mondom őszintén, hogy a dal már kikívánkozott belőlem így a kényszer pihenő alatt, ami most úgy ránk zúdult február környékén. Úgyhogy az első időszakban szétpihentem magam, ahogy az kell, behoztam a lemaradást. Aztán nyilván egy idő után rákezdtem a dalírás, és hát nyilván az olyan pozitív gondolatok és dallamok jöttek ki a fejemből, ami ilyenkor szerintem általában, amire éheznek az emberek, úgyhogy neleve egy ilyen napfényfüggő vagyok. Fáj, hogy elmentél, hogy itt hagytál, nincs visszatánc, ezt elszúrtam már nem. A szövegötlet, hogy a téma jött egy kicsit később. Sok baráti beszélgetés, sztorizás kapcsán jött elő mindig ugyanaz a forgatókönyv, és akkor elkezdett így foglalkoztatni, hogy sok barátomnál valahogy ugyanúgy összérnek a szálak. Ez egy olyan foglalkozás, vagy hivatás, vagy nem is tudom, vagy időtöltés az átlagosnál mondjuk vonzóbb hölgyek társaságában, akik valamiért drágán mérik a szerelmet, és ráadásul az olyan érzéseket, amik aztán idővel kiderülnek, hogy hamisak. Én találtam már mást, aki több, mint tudítás, már nem kell csalódás. Nyilván szerettem volna egy ilyen nagyon helyesen megfogalmazni azért ezt a témát, tehát nem szerettem volna azt, hogy azt érezik a hallgatók, hogy ez olyan, mint a szemét pasis dalok, amiket mondjuk a női előadók szoktak énekelni. Hogy mondjam, no se tom, madam. Megmondom őszintén, hogy velem személyesen nem fordult ilyen elő, de a közvetlen környezetemben viszont nagyon-nagyon sok hasonló. Neked hát ez nem egy új téma, tehát ezzel már filmek, dalok foglalkoztak már évtizedek óta, évszázadok óta szerintem. Úgyhogy igazából nem találtam fel a spanyol viaszt ezzel a témával, egyszerűen csak az van, hogy egy más köntösbe öltöztettük. És gépet vezeted és hajtod magad. Karantén alatt nyilván naponta csörögtek a telefonok mindenféle karantén videó felkérések kapcsán, úgyhogy hála Istennek megtanultam nemet mondani, és nem ugrottam fejest mindegyikbe. Született itt a karantén alatt egy-két olyan viszont, amiben érdemes volt benne lenni. Ez az egyik például az Neked írom a dalt című LGT és láger, amiben nagyon-nagyon sokan benne voltunk, és egy nagyon szép gesztus volt szerintem az egészségügyben dolgozók számára, kifejeztük a tiszteletünket. Baby, ledobom a láncot, hey! Mi a mások, gyere és felezve! Én is bedobom a táncot, oh! 16-án én már például a Veszprém Fesztiválon, mert hála Istennek ezzel be fogunk kezdeni, és onnantól kezdve meg elég sok felkérés van, úgyhogy megyünk sorba az összes produkcióval, Random Trip, zenevonat, saját produkció, minden. Addig meg kezdődnek a próbák, amit megint csak nagyon várunk, mert ez a kollektív zenélésének van egy bája, ami számunkra ez az egy dolog, ami nagyon komoly elvonási tüneteket eredményezett most. Yeah.